A törökkanizsai Dobó Gábor termelő tartott előadást helyi és községbeli termelőknek. Az előadás témája a talajmegújítás volt, elsősorban szántás nélkül. De a gazda emellett előtérbe helyezte a talajoltó készítmények és a talajtakarók használatát is. Mint mondja, nagy lépés volt számukra is a változás, amelyre több évre volt szükség. Viszont a szélsőséges időjárás és az egyre nagyobb mezőgazdaságban történő változások arra sarkalták, hogy változtatni kell. Gyakorlatban most már csak növénytermesztéssel foglalkozunk, régebben zöldségtermesztés, fűszer, növénytermesztés is volt a repertoárban. Ez most már kiesett, tehát csak gyakorlatilag szántóföldi kultúrákkal foglalkozunk. Ahogy változik a növénytermesztésnek a környezete, körülményei, ehhez szeretünk volna adaptálódni. Így került a figyelmünk középpontjába a talaj élet, annak fontossága, és így ezt támogatva, erre alapozva rendeltünk mindent ennek alá. Na hát mit jelent ez? Tehát milyen változásokon mentek akkor keresztül, vagy milyen változásokat vittek végbe? Elsősorban mi szembetűnő lehet ez a szántásnak az elhagyása. Talajoltó készítmények használata, hogy serkentsük a talajéletet, valamint takaró növények használata, ezzel való kísérletek kipróbálása a saját körülmények között. Mennyire nehéz egy új dolgot kipróbálni a mezőgazdaságban? Tehát azért ugye valljuk be, hogy például mint a szántás is azért az évtizedekre visszamenőleg működött őseinknél. Nehéz, és mindezek mellett még eredményesnek is kell lenni, tehát a mi családunk is csak mezőgazdasággal foglalkozik, ebből van bevételünk. Ha ezt nem jól műveljük, akkor nem lesz a családnak bevétele, úgyhogy ehhez kell igazodni. Ezeket a változásokat mi okozta? Miért döntött úgy, hogy megpróbál változtatni? Elsősorban a klíma változása, a melegedés, csapadék hiánya, valamint szeretnénk olyan termőföldet hátrahagyni, amit aztán az utánunk következő generációk is tudnak használni. Mikor sikerült ezt a váltást megvalósítani, és most mi a tapasztalat? Nem egyik napról a másikra megy, még nagyjából 2005 környékén kezdtük el a szántás nélküli talajművelést. Azóta lépésről lépésre haladunk előrébb, nagyjából 4-5 éve teljesen elhagytuk a szántást, és ez volt talán a legradikálisabb lépés, és így haladunk előre. Csak jó tapasztalatok vannak. Természetesen az ember, amikor kísérletez, akkor előfordulnak hibák, ezekből tanulni kell, és így haladni tovább előre. Mint mondja, nem csak a talaj megújításáról van szó, hanem a spórolásról is. Az előadás alatt legfontosabb tapasztalatnak a kiadások csökkentését emelte ki, úgy, hogy a termés mennyiségre ez a változás nem hatott ki, és az elmúlt évek alatt fény derült arra is, hogy a termény minősége is javulásnak indult. A Metaterra polgári civil szervezet minden télen több ilyen, illetve ehhez hasonló előadást szervez, így segítve a termelőket. Holló Lila szervező elmondta, az idei év sajnos egy jó példa volt arra, hogy a termelőknek változtatni kell a növénytermesztésben, ez pedig csak is a talaj minőségének helyreállításával kezdődhet. A Metater Egyesületnek van egy Ökokert szekció nevezetű csoportja, ami a kiskert tulajdonosokat foglalja magába. És őket buzdítottuk eddig arra, hogy a saját kis területükön, saját maguk részére megtermeljenek biomódon különböző élelmiszereket. Viszont most kicsit tágabb körben szeretnénk ezt az eszmét hirdetni, és a termelőket is próbáljuk bevonni ebbe. És azért a talaj, mert hogy a talaj az alap, tehát ott kell kezdjük, és egy egészséges növénynek is az alapja az egészséges talaj, úgyhogy ezért esett erre a témakörre a választás első körben. Mennyire nehéz egy ősrégi gondolkodási módot megváltoztatni? Igen, nehéz. Az idősebb korosztály, akinek már megvan a maga bevált művelési módja, illetve felfogása, őket elég nehéz ebből kibillenteni. Épp ezért pont a közép, illetve a fiatalabb korosztályt próbáljuk megcélozni, hogy hát ők kicsit hajlanak a tudatosabb művelésmódokra, illetve a talajkímélő termelésre. A civil szervezet januárban szervezi meg az előadás sorozatának következő állomását. Az érdeklődők akkor is egy olyan személy tapasztalatait hallhatják, aki már az új termelési módszereket részesíti előnyben.